A Nagykunság és a Tiszafó összefogott a megye tiszántúli részének korszerűbb, tudatosabb hulladékgazdálkodásáért. Két helyszínen, Karcagon és Tiszafüreden összesen mintegy 7,6 milliárd forint összegű fejlesztés keretében válik korszerűbbé a szelektív hulladékkezelés térségünkben. Nem csak a városnak, hanem a környező településeknek is nagyon fontos, hiszen a karcagi szolgáltató lát el Karcag környékén nagyon sok települést a hulladékgazdálkodási beszállítással. Azt gondolom, hogy egy fenntartható fejlődésnek nagyon fontos állomása a hulladékkezelés, hiszen a 21. század legfontosabb problémája az valóban azok a hulladékok, amelyek illegálisan vagy nem illegálisan, de mindenképpen lerakásra kerülnek, és akkor maradjunk most annál a résznél, amikor legálisan összeszedi a hulladékgazdálkodó a szemetet. Ugye ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, ennek lenni kell válogatásának, osztályozni kell a lehetőségeknek megfelelően újrahasznosítani azokat, amelyekre van lehetőség, és nyilván a fönnmaradó részt elhelyezni olyan módon, hogy az hosszú távon is kielégítő legyen. Ennek egy nagyon szép példája ez a pályázat, hiszen egy olyan válogató üzemcsarnok épül, amely a bejövő hulladékot több részre bontja. Az újrafelhasználhatót természetesen elszállítja azokra a pontokra, a lehetőségekre, ahol azzal a szakemberek tudnak mit kezdeni, és a fönnmaradó hulladékot kell gyakorlatilag ezek után majd kezelnünk. Nyilván egyszerűbb lesz, sokkal kevesebb lesz, és azt gondolom, hogy ez jelenti a jövőt, és azt, hogy fenntartható legyen a hulladékgazdálkodás. Az épülő karcagi hulladékválogató csarnok építési munkálatait nézte meg a helyszínen Szepesi Tibor polgármester úr és a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Vezetői társaságában F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. Mindenképpen a 21. században már a fenntartható környezetre kell törekednünk. Karcagon és az egész térségben a szelektív hulladékgyűjtés megkezdődött és folytatódik, de már a beszállított kommunális hulladékot is szét kell válogatni. Én azt gondolom, hogy Karcag és Tiszafüred összefogásával egy olyan fejlesztés tud megvalósítani, ami egyre több felhasználható hulladékot tud kinyerni a kommunális hulladékból, egyre kevesebb kerül lerakásba szeméttelepekre, és én azt gondolom, hogy egyre jobban közelítünk egy olyan fenntartható világ felé, amikor már az embereknek egyre kisebb lesz az ökológiai lábnyoma, egyre kevesebbet hulladékot termelünk, egyre kevesebb hulladékot hagyunk magunk után. Én azt gondolom, hogy ez a fejlesztés azt biztosítja, hogy nekünk, gyermekeinknek és unokáinknak már egy sokkal tisztább, szebb környezetben tudjuk itt élni az életünket. A cég évi 20 ezer tonna beérkező hulladék feldolgozását, szállítását végzi. Az épülő új csarnokban a vegyes települési hulladékok előválogatása zajlik majd 2022. májusától. Gyakorlatilag itt a területen azt látjuk, hogy folyik most itt közvetlenül mögöttünk egy nagy válogató csarnok építése. Itt térbetonok fognak megépülni a különböző hulladékkezelésekre. A lényege az lesz ennek az egész beruházásnak, hogy a vegyes települési hulladék is lerakás előtt egy előkezelésen fog átmenni. Gyakorlatilag a szinte a majdnem teljes begyűjtött hulladék egy előkezelő csarnokba fog beérkezni, és itt egy válogató gépsoron fog átmenni, és gyakorlatilag a kisebb frakciók, amin ezen a gépsoron áthullik, és gyakorlatilag biológiailag lebontható lesz, ez a frakció fog itt helyben maradni. A nagyobb frakciók, amelyek még anyagában újrahasznosíthatók, azok pedig Tiszafüredre fognak átkerülni további válogatásra. Ez lesz ennek a beruházásnak a lényege. Illetve további lényeges dolog, hogy amikor ez a hulladéklerakó épült vagy készült, akkor gyakorlatilag a hulladékgazdálkodás még egy kicsit más elveken alapult. Most azért lényegesen több kézi munkaerőre is szükségünk van ahhoz, hogy itt a megfelelő hulladékkezeléseket megvalósítsuk, és itt ennek az igénynek a kielégítése is megvalósul egy új szociális épülettel, megfelelő infrastruktúrával, tehát ez is most meg fog épülni ennek a beruházásnak a keretében. Az újrahasznosítható hulladékokat Tiszafüredre szállítják további feldolgozásra. A beruházás az gyakorlatilag Karcag és Tiszafüred egy közös beruházása, tehát ez a projekt két helyszínen zajlik, karcagi telephelyen és Tiszafüreden. A beruházásnak az összértéke az, hát most egész pontos számot nem tudok mondani, mert az változott időközben, de egy 2,6 milliárdról indultunk, és ebben benne van nem csak ezek az építési dolgok, hanem eszközbeszerzés, kukabeszerzések, tehát minden ilyen jellegű dolog, és ez összesen a két telephelyre vonatkozó számadat.
Itt a csarnok épületről, amit kell tudni, ez egy 1600 négyzetméteres üzemcsarnok lesz. Ez gyakorlatilag egy ilyen két méteres magasságú vasbeton szerelt fallal épül, és a fölötte lévő pedig könnyű szerkezetes vászszerkezettel, egy ilyen acélcsarnokról van szó, és itt mögöttünk, ami pedig térbeton épül, az pedig egy ilyen 3850 négyzetméteres térbeton lesz. Ez két részből fog állni, egy ilyen manipulációs térből és egy biológiai stabilizáló térből. A beruházás a tervek szerint új munkahelyeket teremt, de fontos szerepet vállal a helyi munkaerő megtartásában is. Plusz munkahelyeket néhány főt mindenképpen jelent. Én inkább azt mondom, hogy az egy nagyon lényeges dolog, hogy munkaerő megtartást fog jelenteni, és ez is egy nagyon lényeges szempont lesz. Elképzelhető, hogyha itt még tovább megyünk majd ezzel a hulladékok válogatásával, akkor ez is lehetséges, hogy akár még több műszak elindítása is szükséges lesz. Ez még a jövőben fog majd pontosodni.